Az álláskeresők információkat kaphattak arról, hogy az egyes cégeknél milyen szabad pozíciók vannak. A Dunaszerdahelyi MacArthur vállalatnál már 10-től 6 óráig tartó műszak is van, azonban továbbra is vannak hiány szakmák. Elsősorban karbantartókat, képkezelőket, magasemelőseket keresünk. Ezek olyan pozíciók, amikből sajnos nagyon kevés ember van, akik munkát keresnek, elfoglalt pozíciók, tehát elég nehéz ilyen embereket találni. Nagyon nagy a munkahiány. Szerintem az egész járásban is, majdnem egész Szlovákiában. A bőrzén először képviseltette magát a McDonald's. A cég sokféle pozícióra keres alkalmazottat, akár teljes, akár részmunkaidős állásra. Érdeklődőből nem volt hiány. Peniaze sú vlastne posledná otázka, ktorú majú. Zaujíma ich pracovná doba hlavne. Je vidieť, že tá mentalita tých ľudí sa posúva už, že chcú robiť v práci, ktoré sa budú najprv cítiť dobre a až potom ich vlastne zaujíma peniaze. A rendezvény mintegy 1000 látogatója között volt Mészáros Júlia is, aki hosszú idő után tér vissza a munkaerőpiacra. Optimista, hogy talál munkát. Most ilyen egy vagy két műszakos, ilyen gyári munkára érdeklődök, mert már nagyon régen nem dolgoztam. Ápoltam anyukámot, azért most szerintem ez, amit el tudnák vállalni. A Worldcraftnál próbálkoztam, mivel kisudvarnoki vagyok, az nagyon jó lenne. Az eseményen a Dunaszerdahelyi járás nagyobb vállalatai és munkáltatói vettek részt, valamint a rendőrség, a tűzoltóság és a Szlovák Vörös Kereszt is. A járásban 3%-os a munkanélküliség, ami 2600 főt jelent. A szakterületek azok, ugye, amik ma meghatározók, tehát a gépipar, elektrotechnika, de én azt gondolom, hogy minden szférában a cégek keresnek embereket. Nem csak a fizetéseken, hanem a föltételeken is próbálnak változtatni a cégek, különböző bónuszokkal, különböző olyan juttatásokkal, amikkel a múltban abszolút nem találkoztunk. A külföldi állás lehetőségekről is lehetett információt kapni. Az EURES-en keresztül 1300 pozícióra keresnek munkaerőt. A munkahivatal 5 szakközépiskola azon diákjait, akik nem szeretnének tovább tanulni, a munkalehetőségekről tájékoztatta.